kívül is, belül is teljesen megújult a Széchenyi lakótelep orvosi rendelője. Az egészségügyi intézményt 1979-ben építették, eljárt felette az idő. 2019. május 20-án költöztek ki az orvosok. A megközelítőleg 370 millió forintos beruházáshoz az önkormányzat 243 milliós uniós támogatást nyert. A város 99,5 milliós önereje mellett az épületben üzemelő gyógyszertár 26 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Nagyon-nagyon vártuk, azt gondolom mindnyájunk nevében beszélhetek. Még akkor is, hogyha nem egy tipikus rendelőbe járó beteg vagyok, hanem csak elvétve fordulok meg, nagyon kellett már ez a lakótelepnek. A másfél évig tartó munkálatok idejére a betegellátás több kisebb egységben, albérletben működött. A gyerekorvosi részre megyünk be, teljesen elszeparálva a felnőtt és az emeleti résztől. A négy házi gyermekorvosi praxis egymás mellett mégis elkülönülve működhet. A beteg királyfit és a beteg királylányt is barátságos rendelő fogadja. A falakat borító képek a magiszteres diákok kezemunkáját dicsérik. Nagyon szép az új rendelünk, tiszta fűtésrendszere is sokkal jobb, mint ami előtte volt. Hát a Covid miatt most egy kicsit bizonytalanabb a helyzet, tehát a nagy üzem, amikor a betegek tömegesen jönnek be, az egyelőre még várat magára. Az emeleten berendezett helyiségekben négy védőnői körzet lakosainak ellátása folyik. Hogy a gyerekeket ilyen szép környezetbe tudjuk fogadni, ahol fel tudnak oldódni, és tényleg, hogyha a gyerekek feloldódnak, akkor sokkal könnyebb velük a munkánk is, akkor tudunk velük haladni, tehát mi nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen helyre tudtunk most jönni. Ugyancsak az emeleten működik az iskolafogászat, itt kapott helyet három vegyes fogorvosi, valamint négy házi orvosi praxis. Hát orvoshoz járni valóban nem valami jó dolog, de ha muszáj jön az ember, de gyönyörűen néz ki, nagyon szépen megcsinálták. Ráfért már erre az orvosi rendelőre ez a felújítás. Mindenki nagyon boldog, mindenki alig várta, hogy visszaköltözhessen egy megújult, gyönyörű környezetbe, és nem csak az, hogy új, hanem azért a technika is megújult, új bútorzatok kerültek, tehát teljesen más, sokkal barátságosabb, otthonosabb környezetbe kerültek. Ha csak ezeket a falakat nézzük itt a védőnőknél, azt gondolom, hogy ide örömben bejönni. A fertőző vagy fertőzés gyanús betegeket itt az épület utcai frontjában mögött kialakított bejáraton teljesen elkülönített részlegben fogadják. Ami a mostani felvételeken nem látszik, az épület környezetkímélő üzemeltetését a tetőre telepített 20 kW teljesítményű napelempark segíti.